Gyerekek, esküvő van. Hallgassatok! Esküvő! Hajrá! Na, esküvő van, gyerekek! Amúgy baromság az esküvő, minek kell házasodni? Azaz, dudáljál már! Mi van veled? Dudáljál már! Hallod? Esküvő van. Amúgy rátérve erre a dologra, az esküvőt én baromságnak tartom, mert ne egy papír kössön össze már két ember, hanem a szerelem, a bizalom, és az, hogy együtt vannak. Tehát, meg ne a gyerekek kössenek már össze, hanem tényleg, hát két ember érezzen már egymás iránt valamit. Értem én, hogy kell az esküvő, mert pénz, meg egyebek. Oké, aláírom, hogy házasodj össze. De minek? Két hét múlva, egy év múlva, két év múlva, hogy összevesztek, elválnak. Felesleges papírmunka, meg felesleges háborúzás. És akkor itt egy valami szívja meg. Egy valamik szívják meg, csak a gyerekek, nem? Tehát, hogy itt a gyerekek szívják meg ezt a dolgot. Most így az előbb, ahogy itt dudáltak az autók, egy-kettő autó, de tehát én nem házasodnék, mert minek? Tehát, ha házasodnék, mondjuk most ha úgy gondolkodnék, hogy azt mondta, hogy jaj, a feleségül veszem az érdem szerelmét, két hét múlva, vagy egy év múlva elválunk, per vita, nem tudunk megegyezni, idegenek döntenek, hogy mi hogyan, miképp osztozunk meg a vagyonról, vagy bármiről. És a másik az, hogy a gyerek. Tehát a gyerek szívja meg, mert idegenek döntik el, most akkor apuka vagy anyuka mellett. Akkor azt mondják, hogy az anyuka mellett, én mellettem meg majd csak hétvégén lehet a gyerek, nem? Tehát, hogy nem értem ezt. Miért az idegenek döntik el? Miért az idegenek mondják meg, hogy mit tegyél, hogyan csináld és hogyan él az életet? Nehogy már, hogy ők mondják meg, hogy mit csinálj, mert mi ő szart a spanyol, mi az? Tehát megszületsz, akkor megszületsz. Jó. Van, ahol kurva jól megy ez az esküvős történet, mert van pénz, mert van háttér, meg egyebek. Van, akinek a pénz a fontos. Amúgy ma már mindenkit a pénz mozgat. Olyan nincs, hogy nem a pénz mozgatja, de nem, hát csak a pénz a lényeg, nem? Csak az a lényeg, hogy a pénz. Esküvő, meg esküdjünk meg, meg vegyél el feleségül, meg elveszlek feleségül. Én azt gondolom, hogy hülyeség az esküvő. Tehát engem nem tud érdekelni az esküvő. Tehát én úgy vagyok, hogy én nem fogok senkit feleségül venni, de minek? Tehát utána meg menjek vele bíróságban, vitatkozunk, veszekedjünk, meg megosztozni vele, minek? Ha akar valamit, akkor megegyezünk, leülünk az asztalhoz és megbeszéljük, nem? Tehát ez a logikus, tehát feleslegesen vitatkozni nincs értelme. Esküvő és a vele járó cécó. Azt gondolom, hogy az esküvő, persze legyen esküvő, mert lehet, hogy arra vágyik a hölgy. Jó, valakiknél hihetetlen jól működik. Valaki vágyik arra, hogy esküvő legyen, és valaki vágyik arra, hogy elvegye a feleségül az adott nőt. Mert azt mondja, hogy élete végéig. De mi van akkor, hogyha megcsalta már sokkal előtte, meg még mindig csalja, meg egyébek. Na mindegy, tehát erre ne térjünk ki, de szerintem mindenki tudja, hogy történnek dolgok. Tehát oké, hogy esküvő, meg hogy csak mert örök hűséget fogadunk, vakságot nem fogadsz, csak hűséget, és hogy mellette leszel jóban, rosszban. De mi van akkor, amikor megcsalja, és amikor az adott illetőnek, hölgynek vagy férfinek rossz dolgai vannak, nincs ott vele a másik fél. És akkor megy a vita, megy a háború, kinél legyen a gyerek, kié legyen a medence, kié legyen a lakás, kié legyen a lakáskulcs, kié legyen a luxusautó, kié legyen a papír, kié legyen a mező, kié legyen bármi. Tehát felesleges dolgokon vitatkoznak, mert mindenki egy helyre kerül, sajnos. Hova kerülünk? Meghalunk és a temetőbe kerülünk mindannyian. Tehát hajtunk, vitatkozunk, de miért? Tehát dűlőre lehet jutni. Leülsz, megbeszéled, és azt mondod, hogy jó, akkor így legyen, jó, akkor úgy lesz. És mind a két fél egyezzen meg. Tehát ne idegenek döntsék már el, hogy a fiad, a lányod, most anyulának akulának. Ha ti meg tudtok egyezni, akkor az tök jól működik. Azt mondja az anyuka, hogy figyelj ide, iskolába vidd el őket, ha én dolgozom, akkor hozd őket haza, amikor hazaérek, akkor egyebek, etesd meg őket, fürdesd meg őket, ha úgy alakul, akkor azt mondja a hölgy, hogy legyen így. Tehát reggel jössz értük, elviszed őket, délután, ha szeretnéd és ráérsz, akkor vidd őket haza, én is hazaérek, egyebek, vagy pedig azt mondja, hogy figyelj, fürdetési idő van, gyere ide, gyere el, vacsorázz velünk, és tölts velünk egy kis időt, mesélj nekik, foglalkozz velünk, meg etc. etc. De az, hogy feleslegesen vitázni, meg háborúzni, nincs értelme. Tehát
Amúgy szerintem mindenki meg tud egyezni, csak sokan önfejűek, és azt mondják, hogy na jó, engem nem érdekel ez az én véleményem, ezt akkor is végigviszem, véghez viszem, és egyedek. Minek viszi véghez? Minek vitatkozol, minek háborúzol, minek mész bele? Egyedek. Mi a picsának? Tehát döntsd el, hogy mit akarsz. Boldogságot, higgadtságot ti ketten eldöntitek, vagy pedig idegen emberek döntsék el, hogy kinél legyen a gyerek, és meddig lehet a gyerek nálad. Ja, meg hogy a vagyon megosztás. Meg ha van egy közös kasszátok, akkor neked ez jár, neki meg több jár. Ja, és hogyha cserben hagyod a gyerekedet, akkor füzesd a gyerektartást, ami jogos. Jogos, hogyha valaki elhagyja a családját, akkor a gyerektartásra kötelezhetik az adott nőt vagy férfit. Tehát mindegy, hogy melyik hagyja el a családot, de kötelessége fizetni élete végéig a pénzt. Tehát azt aláírom, de az, hogy nagyon sokan sajnos egyedül nevelik a gyerekeiket, ez csúnya dolog. Sőt, nagyon sok férfi bepánikol, és ott hagyja a családját. És nem vállalja a felelősséget, vagy letagadja, vagy egyáltalán nem érzi azt, hogy törődni kéne a családjával, a gyerekével, és úgy érzi, hogy az adott feleségét, ha megcsalta már, és véget ért a házasság, akkor nem megy vele perbe, hanem ő nem fog fizetni, tehát ő megpróbálja ellehetetleníteni a dolgot, és nem akarja az adott költségeket állni. De vannak ehhez értő szakértők, akik ezt megteszik, ezt a lépést, így van, vagy nem így van. Én azt gondolom, hogy jó, házasodjanak. Érezzék jól magukat, legyen meg a szerelem, legyen meg a boldogság, csak utána ne rinnyáljanak, hogy mert el kellett válniuk, meg vitatkozni. Ülj le, főzzetek magatoknak ebédet, üljetek le, az kész. Tehát most bemész egy étterembe, azt megbeszéled a házassági problémátokat, meg az elválást, hogyan váltok el. Tehát többi ember, aki bennül egy étteremben hallgassa végig, ahogy ti vitatkoztok. Hát ott van a négy fal között, tehát beülsz az ebédlődbe, ott van a konyha, beülsz, beviszed a széket, vagy odabaszol egy asztalt valahova, mit tudom én, a szobádba, vagy leülsz az ágyra, befeksz az ágyba, és megbeszéljétek, megvitatjátok. Tehát ne idegenek döntsenek, nem? De azt gondolom, hogyha idegenek döntenek, az már nem jó. Tehát akkor már nem tudnak megegyezni a felek. Ott, ha már idegenek szólnak bele abba, hogy te hol, mikor, merre, mennyit és hogyan foglalkozzál, az probléma. De sajnos valamikor elkerülhető, mert meg tudnak egyezni a felek. Valamikor meg már nem tudják elkerülni, nem elkerülendő a dolog, akkor meg már bele kell menni abba, hogy hát idegenek döntik el. De sokkal jobb, hogyha ti magatok eldöntitek, nem? Na mindegy, kicsit összezavarodtam, tudom jól én is, de nem biztos, hogy értitek, de biztos, hogy sokan nem fogjátok érteni. Nem tudom, miért mutogatom a kólás üveget, de ez a spáros kólás üveg, amiben kóla van. Na mindegy. Házasság, mert oké, okay, értem, hogy házasodni kell, mert biztos jó dolog, meg valahol tényleg nem kötelező, de hogy kötelező. De. Nem tudom, miért ezt mondtam, valahol elvárják, hogy vedd el feleségül a hölgyet, a hölgy elvárja, hogy feleségül vegye az adott élete szerelme. Ha működik, működik. Ha nem működik, akkor meg mennek a botrányok. De szerintem mindenki tudja, és mindenkinek vannak olyan ismerősei, barátai, vagy látta már, vagy tapasztalta, vagy valahol olvasta, vagy a tévében látta, hogy hogy zajlanak az ilyen dolgok. Ha ezeket a dolgokat te magad tudod, hogy mit, hogyan cselekedjél, és azt mondod, hogy figyelj, drága kis feleségem, drága kis férjem, ez is ez legyen, légy szíves, egyezzünk meg, én ezt akarom, te mit szeretnél, hogyan szeretnéd, döntsd el, megegyeztek, ott kell, akkor papírra vetitek a ti saját véleményeteket, és odaadjátok, egy belerakjátok egy kalapba. Ha kell, akkor több cetlire leírod, hogy te mit szeretnél, és összekeveritek, kihúz egyet, megmutatja a másiknak, azt mondja, hogy jó, akkor legyen ez. Ha ő húz ki, akkor azt mondod, hogy jó, legyen ez, de ha összevesztek, az se jó. Hát meg kell valahogy egyezni. Hát örök életetekben nem harcolhattok. Nem? Így van, vagy nem így van? Na gyerekek, ennyit szerettem volna ezzel az esküvői esküvő és a vele járó cécóval kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az esküvő az jó dolog, persze házasodjanak. Főleg, hogyha van olyan dolog, ami miatt házasodni kell. Persze, ha a gyerek születik, akkor több pénz lesz egyebek, tehát értem én ezt a dolgot, csak amikor már házasság van, akkor vannak viták és háborúk. Na mindegy, nézzétek végig ezt a videót,
és értelmezzétek. Ha valamit nem értetek, akkor meg majd megfejtitek ti magatok. Felesleges kommenteket hiába írtok meg, hiába írtok nekem kérdéseket, vagy bármit, mert kommentben nem tudok válaszolni ilyenekre. Tehát szemtől szembe elbeszélgetek bárkivel. Elmondom én a véleményemet, te meg leírod, vagy elmondod te is. Szevasztok, találkozunk a következő videóban. Ez egy házasság és a velejáró cicó.